Hát sziasztok, és üdvözöllek titeket a legújabb Far Cry Primal részben. Nagyon örültem neki, hogy tetszett nektek ez a játék, mert én nagyon-nagyon szerettem ugye a Far Cry 3-at, és nagyon tetszik nekem ez a játék, úgyhogy örülök, hogy így játszhatom nektek, illetve előttetek. Azt észrevettem, hogy valamiért a felvételek egy kicsit pixelesek, amit nem értek, mert nekem a Windowsban rendesen működnek, a vágóprogramban is rendesen látom őket, viszont amikor feltöltöm, akkor eléggé pixeles az egész, amit őszintén nem tudok, hogy miért van, tényleg mindent megpróbáltam, és nem sikerült rájönnöm, úgyhogy hát ez van. Két kérdést szerettem volna viszont nektek föltenni, illetve jobban mondom csak egyet, hogy hány rész legyen ebből a játékból egy héten, illetve nem feltétlenül ebből a játékból, hanem úgy általában azokból a játékokból, amiket éppen kiviszek, mert amit én terveztem, az, hogy ugye a két Sims rész az adott egy héten, és akkor amellett lehetne kivinni mindig egy-egy aktuális játékot, most ugye ezt, ezután gondoltam a Life is Strange-et, mert ezt nagyon-nagyon sokan ajánlottátok, viszont ugye az a kérdés, hogy hány rész legyen belőle egy héten, eddig ugye kettőt terveztem, de akár lehetne belőle három, ezt nem tudom megígérni, ezt még át kéne gondolnom, hogyha szeretnétek, viszont leteszek majd egy szavazást ide valamelyik sarokba, és szavazzátok meg, hogy nektek melyik lenne a jobb, hogyha kettő vagy három rész lenne a Sims-en kívül az aktuális játékból egy héten. Ugye, hogyha suli mellett mondjuk tanultok meg minden, akkor nem feltétlenül lesz időtök megnézni egy csomó részt, amit feltöltök a csatornámra, úgyhogy ha szerintetek a három az sok, akkor inkább szavazatok arra, hogy legyen kettő, de ha arra szavaztok, hogy legyen három, akkor sem biztos, hogy meg fogom tudni csinálni, de akkor elgondolkodom, hogy megoldható-e. Illetve még annyit szerettem volna elmondani, hogy ha nagyon béna vagyok most a játékban, azt azért nézzétek el, mert ugye az esküvőm miatt megcsináltattam a körmeimet, és most műkörmöm van, ami hát szép és jó meg minden, viszont szinte képtelenség vele játszani, ez borzasztóan idegesítés, erre nem gondoltam az elején, viszont még két hétig rajtam lesz, úgyhogy addig sajnos ezzel nem tudok mit kezdeni. Na viszont utána nézegettem a dolgoknak, ugye múltkor nem nagyon értettem még mire való a rewards test, meg hogy egész pontosan hogy is működik az irányítás. Most beállítgattam játékon kívül, illetve felvételen kívül, hogy az egér gombjaimon legyenek a legfontosabb gombok, vagy legfontosabb utasítások, például, hogy fegyvert tudjak ugye váltani, illetve hogy meg is tudjam gyújtani, bár ezt szerintem nem lesz annyira nehéz hozzászokni, hogy az Y-nal kell csinálni, illetve még megnézegettem, hogy ugye én a Far Cry 3-mal játszottam, és hogy nagyjából ami a Far Cry 3-ban ez volt, az ebben a játékban micsoda, szóval, hogy most már szerintem nagyjából érteni fogom, hogy pontosan hogyan is működik a játéknak az irányítása. Szóval a legutóbbi részben ott hagytuk abba, hogy Tensai megtanított minket állatokat megszelídíteni, és most egy farkast kell majd megszelídítenünk, és arra is rájöttem most már, hogy hogyan kell Tensai-nak, illetve nem Tensai-nak, szóval hogyan kell a térképen megjelölni egy helyet, ahová menni akarunk, és így most már nem fog eltűnni. És most már egy kicsit kevésbé is vagyok óvatos, amikor itt szaladgálok bele a nagyvilágba. Úgyhogy reménykedem benne, hogy nem fognak odáig megnyírválni, amíg elérek Tensaihoz. Illetve ugye a rewards test, amit nem értettem, hogy mire való, az ugye kiderült, hogy majd arra lesz jó idővel, hogy akik ebben a faluban laknak, amit most éppen építgetünk, azok majd mindig minden nap feltöltik újabb és újabb nyersanyagokkal, amiket ki lehet belőle venni. Na, most pedig még mindig Tensai felé indultam, illetve Tensai küldetése felé, ami egész pontosan 47 lépésre van tőlem. És itt most elvileg farkast fogunk szelidíteni. Azt tényleg nézzétek el nekem, hogy egy picit még idő, még visszarázódom a játékba, mert még ugye amikor én ezt legutóbb fölvettem, akkor előre vettem fel a két részt, és az körülbelül két hete volt, szóval most visszarázódom, viszont most már majd minden héten veszek föl részeket, úgyhogy nem leszek már annyira lemaradva. Na, Z-vel tudjuk hívni a bagjunkat, és a bagoly tegelni tudja, vagyis hát meg tudja jelölni az ellenségeinket a levegőből, ami egy nagyon-nagyon király dolog, illetve Tensai-nak a skillfájában tudjuk majd fejleszteni a bagolynak a képességeit, ami király. Ugye meg is nézzük, hogy egész pontosan mi van az inventoringban, mi az, amire szükségünk lehet.
ugye azt már megjegyeztem, hogy a különböző, tehát hogy különböző nyersanyagoknak vannak, van limitje, és nem pedig az összes dolognak, ami elfér az inventoringban, nem annak van limitje. De úgy látom, hogy igazából tulajdonképpen mindenünk eléggé lent van, úgyhogy egészen nyugodtan mindenből gyűjtögethetünk. És most hívnunk kell a bagjunkat, hogy megtaláljuk az udámokat. Ugye a bagyocskát is tudjuk irányítani, és akkor, hogyha megtaláljuk, hát mondjuk nem tudom, hogy egészen pontosan... Egészen pontosan mit akarunk az udámokkal kezdeni, amikor ugye farkast akarunk szelidíteni, de most itt tegeljük az udámokat a levegőből, ez a lényeg. Jó, szerintem jók vagyunk. Illetve annyit akartam még mondani, hogy mostantól feliratozni fogom az angol szövegeket, tehát teljesen feleslegesnek érzem real-time-ban fordítani őket. Inkább feliratot rakok majd, mert keveset beszélnek ebben a játékban, szóval nem lesz olyan nagy munka feliratot csinálni hozzá. Úgyhogy ha szeretnétek tudni, hogy mit mondanak, és az angol feliratot nem értitek esetleg, akkor kapcsoljátok be a feliratot, és akkor látni fogjátok a magyart. Hát én szerintem a takedown-olni nem tudunk, ha jól emlékszem, azt a Far Cry 3-ban is egy külön skillfán tanultuk meg, hogy tudjunk ellenségeket takedown-olni, úgyhogy azzal fogok kezdeni, hogy egyet lelövök távolról, a többi akkor majd szépen észrevesz. De nem baj, mert megölögetjük őket. Szevasz! Ó, ez életben maradt. Te nem akarsz meghalni? Köszi. És van itt egy farkas, ezt nem tudjuk meggyúzni, nem úgy tűnik, hogy ez már elég régóta halott, és... Jó, ezt most nem akartuk feltétlen meggyújtani. Aha, és most craftolnunk kell egy csalit. Méghozzá... Hát, craftoljunk. Nem tudunk még egyet, mert már csak egy meetünk van, de hogyha valamiből tudnánk még szerezni meetet, akkor tudnánk esetleg kettőt is. Aha, itt van még meet, és akkor ebből tudunk kettő darab csalit is craftolni. Úgy látom, hogy ennyi a maximum, amit egyszer meg tudunk csinálni. És, ó, itt vannak fegyverek, amiket fel tudunk szedni. És a Hunter Visionnál kell megkeresni, hogy hol van a farkasunk. Ment vajon? Ajaj. Nem itt vannak a nyomok. Igazából át akarok váltani... Átváltok... hogy hívják ezt? Mindig elfelejtem, hogy melyik az I és melyik a nyíl. Szóval I-ra. Mert a Far Cry 3-ban is mindig sniper puskával lövöldöztem. Rájöttem, hogy nekem igazából az a legkedvencebb fegyverem, amivel távolra lehet lőni. Na nézzük, hogy hová ment a farkasocskánk. Szerintem ide le. Aha, meg is találtuk. Szóval, ugye meg tudjuk csinálni a csalit. Eldobjuk a csalit, majd amikor ráharap az állat, akkor az E-vel tudjuk megszelíteni. Ugye az elvel szelítettük szerintem a bagyot is, ha jól emlékszem, de akkor eldobjuk a csalit. Ha most éppen a csali a dobóeszközünk, úgyhogy eldobom neki a csalit, aha, és rá is harapott. Szépen lassan. Szépen lassan megközelítjük, és úgy tűnik, hogy meg is szelítettük. Ó, de kis cuki. Szia, kutyus. Tényleg olyan, mint egy kis kutyácska. Ugye tudjuk utasítani az állatunkat, hogy megtámadjon ellenségeket, vagy akár oda menjen egy helyre, és elbetűvel tudjuk őt healelni, ha esetleg megsérült, és tudjuk revive-olni, ha meghalt. Vagy tudunk még egyet megszelidíteni. Hát ez király.
Na, kapunk egy kis farkasbőrt. Úgy, és ő velünk tart akkor, hát ez nagyszerű. Ennek igazán örülök. Na nézzük. Akkor most le is tesztelhetjük, mert ugye itt a közelben lévő udámokat kell nekünk megölni, ez az új küldetésünk. Szevasztok, udámok! Bum! Na és a gébetűvel tudjuk utasítani, hogy megölje, ugye? Szerencsére olyan borzasztóan... De remélem, hogy magától is rámegy azért az ellenségre. Hoppácska. Te, kedves kis cica, nem akarnál? Kis cica. Kis kutya, nem akarnál magától esetleg rámenni az ellenfélre, mielőtt engem megölne? Nagyszerű. Aha, B-vel tudjuk megnézni a Beast menüt. És ki tudjuk választani, hogy milyen... társat akarunk magunknak azok közül, akiket már megszelídítettünk, és a Tensai-nak a skillfájában tudjuk fejleszteni az ő képességeiket. Na, úgyhogy be is fejeztük ezt a Beastmaster küldetést. Ugye arra gondoltam, hogy nem fogok semmilyen mellékküldetést kivinni, mert akkor eléggé hosszú lenne a játék, úgyhogy inkább maradok annál, hogy csak a fő küldetéseket vigyem ki. Hát jó lenne sok fát szerezni, mert eléggé zavaró, hogy ennyire kevés fán van, amiből ugye lehet nyilakat csinálni. Na igen, és ugye, hogyha bonfire-t vagy outpostot foglalunk el, akkor kapunk fast travel pontot, és a village-ünkbe is tudunk fast travel-ölni, ami nagyszerű. Fast travel, ez ugye van a Far Cry játékokban, ez nem újdonság. Gyűjtögetek alapanyagokat, mert az biztosan kelleni fog, viszont most már jó lenne visszamenni, mert késő este van is aludnunk kéne, illetve úgy tűnik, hogy Szájlának is van újabb küldetése a számunkra. Most, amíg tölt a képernyő, azzal kapcsolatban is akartam még nektek valamit mondani, hogy milyen hosszúak lesznek a részek. Hát én úgy gondoltam, hogy legyenek ezek a standard félórások a részek, viszont ugye ebben a játékban nem annyira egyértelmű, hogy hol van a küldetésnek a vége, mint mondjuk a Sims-ben, ahol igazából bárhol lezárhatom a részeket. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mivel írtátok az első rész alatt, hogy nektek tetszett az a hosszúság, ezért olyan fél óra és 45 perc közöttiek lesznek a részek. Attól függően, hogy hogyan haladok egy-egy küldetéssel. Na ugye erre is rájöttem már, hogy ha eljön ugye az éjszaka, és mi nem akarunk a sötétben menni, mert ugye sötétben előjön elég sok vad, akkor tudunk aludni reggelig, hogyha bonfire-nél vagyunk, vagy campfire-nél, vagy pedig itt a saját kis falunkban. Szóval most aludtunk hajnalig, illetve van olyan lehetőség is, hogy éjszakáig aludjunk, szóval ebből arra következtetek, hogy lesz majd olyan küldetés, amit éjszaka kell megcsinálnunk. Ne haragudjatok, hogy egy kicsit szaggat a játék, ezt én sem egészen tudom, hogy miért van, de igyekszem megoldani a problémát. Igen, építenünk kell akkor valamiféle kis falucskát, illetve itt akarunk új életet kezdeni, mi a Vengyák. Igen, ez egy ilyen biztonságos kis menedék a Vengyáknak. És itt fogunk tudni mindenféle skilleket és fegyvereket fejleszteni. Igen, és mindenféle nyersanyagokat kéne gyűjtögetnünk ahhoz, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk csinálni. És majd tudjuk fejleszgetni a... Nem, neki még van küldetése. Szóval tudjuk majd fejleszgetni még a magukat, a kunyhókat is. Na, például Szájlának a kunyhóját már meg tudnánk építeni, csak ugye még kettő szarvas bőr hiányzik hozzá, illetve a Tensai-nak úgy tűnik megint van valami küldetése nekünk, úgyhogy oda is megyünk és megkérdezzük, hogy mit akar. Hol van Tensai? Jaj, nem kedvelem ezt az embert. Olyan bolond. Még bolondabb, mint Szájla. Srás, srás! Bau saugas! Winja jisú díjam! Ma samkwai dausa! De gondolom, ő is házat akar építetni. Daiwa damsi! Ha krapi sajú kwa jaka! Na, megnézzük, hogy az ő...
Neki még egy farkasbőr hiányozna, szóval szükségünk lenne kettő szarvasra és egy farkasra ahhoz, hogy meg tudjuk ezeket építeni. Hát a szarvas az pont itt a pataknak a másik oldalán. Hát azt akartam mondani, hogy terem, de nem terem, hanem él. Úgyhogy keresünk itt magunknak egy szarvast. És abból lövünk magunknak kettőt. Illetve hát gondolom, hogy a kis kutyuskánk is tud nekünk segíteni abban, hogy levadásszunk ilyen növényevő állatokat, vagy akár bármi mást is. Na. Mi van már? Na, keressük a fán lévő gombóckákat. Ami ugye nem rewards tesa, ahogy az előző részben mondtam, hanem supply sack. Amiben mindenféle ilyen elrejtett kis nyersanyagok vannak. Na. Nem akarsz oda fölmászni, hogy én azt ki tudjam lőni? Habár nem látom, hogy itt egészen pontosan ez hol van. De nem baj, annyira igazából nem fontos, mert tudunk mindenfélét gyűjtögetni. Na. Nagyon remélem... Ja, itt van. Ne szaladj el! Nagyon remélem, hogy lesz majd olyan update, vagy skill update, ami a Far Cry-ban is volt, hogy amikor megnyúzunk egy állatot, akkor kettő bőrt kapunk utána, mert ezt a vadászósdit, hogy mindig találni kellett különleges állatokat, és abból többet kellett találni, azt már akkor is nagyon untam, és az nagyon sokat segített, hogy minden állat után kettő bőrt kaptunk. Na, ugye, amikor sima fát leszedünk, azután kapunk hardwoodot is, ami nagyon-nagyon fontos nekünk, hiszen abból kraftoljuk az íjat. Ó, ott van. Ne! Ne. Nem sikerült. Nem baj, megpusztult a nélkül is. Jó, egyet sikerült, és akkor el kéne kapnunk még egyet. Na, gyere vissza, az altal lehet visszahívni az állatot, és akkor itt a Beast menüben látom, hogy ez az egy darab aktív állatom van, viszont most már tudok másokat is szelíteni, például hiénát, sima farkast, ez ugye egy fehér farkas volt, illetve egy ilyen ritka csíkos farkast, ezek azok, amiket tudok, illetve itt alul vannak, ezek még mindig nem elérhetők, csak ezek nincsenek lokkolva, mint a többi. Ezek lesznek, gondolom, az ilyen fő szelidítős küldetések majd. Na, elvileg ott vagyunk, ahol... Most már kicsit eljöttünk onnan, ahol teremnek a szarvasok, úgyhogy visszább megyünk kicsit. Meg akarom építeni Szájlának a kunyhóját, illetve nagyon szeretném megépíteni Tenszájnak a kunyhóját is, úgyhogy még egy farkast is elmegyünk majd, hogy levadásszunk. Nem, kecske. Miért vannak kecskék ott is, ahol elvileg szarvasnak kéne lennie? Érthetetlen, én mondom. Nos. Hol vagytok, szarvasok? Hát direkt szivattok. Kecske. Mindenhol kecske. Nem, ez szarvas. Ó, hát ez eldölt. Szuper. Igen, hozzá kell szoktam, hogy van Hunter Vision, mert ugye az nem volt a másik részben is, még annyira nem vagyok így hozzászokva, viszont akkor megnézzük, hogy farkast hol lehet találni. Hát, azt hiszem, inkább megvárom az éjszakát, és éjszaka fogok farkast levadászni, mert ez itt nincsen. Ó, viszont alul jelzi, ahogy nézem, itt a képernyőnek, ja, nem tudom mutatni egérrel, szóval itt a képernyőnek ebben a sarkában, hogyha éppen nem vagyunk itt a térképmenüben, hogy van, tudunk valamit craftolni, illetve van upgrade itt a villageünkben, tehát hogy meg tudjuk építeni ugye Szájlának a kunyhóját, ahhoz gondolom vissza kell, ha innen nem tudjuk megépíteni, viszont megnézem, hogy mit tudunk craftolni.
Tudunk csinálni... mi a spernek a magyar neve? Nem csákány, nem csákja. Dárda, azt hiszem, hogy dárdának hívják. Ez viszont nagyon-nagyon előnyös, mert ez jó nagyot tud sebezni, és gondolom, hogy ezt is tudjuk dobni, legalábbis, hogyha jól emlékszem az elejére, akkor ezt is tudtuk dobni. Illetve tudjuk fejleszteni a kis zacskót, amit magunkkal cipelünk, aminek következtében több nyersanyagot tudunk magunkkal vinni. Na, akkor most visszamegyünk, és megépítjük Szájlának a kunyhóját. Megnézzük, hogy mit találunk a reward stashben, bár lehet, hogy egyelőre még semmit. Ó, van egy csomó hardwood, ez igazán örömteli hír. Mi van még? Ó, van méz. Vagyis hát ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt, mékas talán. Na, és van ilyen dobó sárdunk. Nem tudom, hogy hívják ezt. Nézzük, találunk-e valamit, tök jó lett volna, ha adnak mondjuk egy farkas bőrt, vagy ilyesmit, de hát ez van. Na, de úgy tűnik, hogy még küldetést is ad nekünk. Szájla is, és Tensza is. Úgyhogy még azzal, majd azzal kapcsolatban még beszélünk velük. Ah, hogy örömködnek. Tessék, Szájla, örüljél, vettünk neked lakást. Na, most kaptunk egy külön skill fát. És Szájla még akar velünk beszélni. Aha. Igen, ő egy picit bolond. Oké, ennyi volt? Jó. És itt mit akar még, vagy mit tudunk még itt esetleg csinálni? Itt még mutatott valamit. Ha még egy második szintre fogjuk tudni fejleszteni Szájla kunyhóját, de ahhoz még messze nincsen elég nyersanyagunk, illetve mamut bőr is kell majd hozzá, ami hát éjjjj. Ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz megszerezni az elejéből kiindulva. És a sajátunkat is tudnánk illetve meg tudjuk építeni a sajátunkat, ahhoz már csak egy gyékény. Nem gyékény, egyszerűen nem tudom, hogy hívják ezeket a dolgokat, ne haragudjatok. Szóval ez a... gyékénynek hívják? Nem. Na mindegy. Nád. Ez a nád kéne még hozzá. Takár, kvárpati. Lagual tusi dahata. Szálva, winzati balti daista. Oké. Uti ula su draga kvárpati. Barju patas. Nu baya tiye bauda. Köszi. Ennyi volt? Azt hittem adsz valami küldetést. Na, milyen küldetéseink vannak? Ja, hát, itt még mindig azt mondja. Ja, hogy építsük meg ugye a kunyhóját. Ezek a küldetések vannak még itt. Hát akkor amondó vagyok, hogy csináljuk meg Tensai kunyhóját, és gondolom, hogy azután fogjuk megkapni tőle az majd az első küldetést. Úgyhogy kerítünk egy farkast valahonnan. És tényleg, merre lehetnek farkasok? Ameddig a szem ellát, de itt van egy farkas, akkor ide jövünk ebbe a fast travel locationbe. És szerzünk magunknak egy farkast. És akkor legalább addig szeretnék eljutni ebben a részben, hogy legyen Szájla kunyhónk és Tensai kunyhónk, mert különben úgy érezném, hogy teljesen feleslegesen csináltam meg ezt az egész részt. Ott valami történik. Fa az nagyon fontos nekünk, hogy legyen. Jó. Mondjuk ezt megszeríthettük volna most egy utóbb meggondolva. Na, megnézzük, hogy mi van itt. Venja Event. Hát kipróbáljuk, bár nem akarok sidequesteket csinálni, ugye, de... Jó, de szeretem ezt a kutus. Gyorsan kéne craftolni pár nyilat. De beleállt az útba. Juhúj.
Aha, csak át kellett kutatnunk a vezetőt. És meg is... Gondolom ezért kapunk XP-t, és ez egyébként nem tartott sokáig, szóval hogyha véletlenségből belefutunk egy-egy ilyen eventbe, akkor nem probléma szerintem időben, hogyha megcsináljuk. Illetve, hogy látom, a kis térképen X-el jelzi, hogy hol van még hulla, amit át tudunk kutatni. Lehet, hogy ez nem ez, hanem ő lesz az. És visszakapjuk, amit belelőttünk, ami igazán örömteli. Na, itt? Már hallom, hogy itt van, ez az. Ja, nem, őt megszeredítjük. Nem, várjál. De nem tudom eldobni, nincs baitem a fenébe is. Csináltunk baitet. Most hol van? Itt látom, hogy... Na, kapj rá. Most eldobtam, nem dobtam el. Nem, ezt shardot dobtam. Nem, át kell állítani, hogy a csali legyen az eldobandónk. De most hova ment? Én annyira szerettem volna tényleg őt megszelidíteni, de fakét nélkül. Nem, ott van. Menj rá. Na, nem mész rá. Na, nem érdekelte. Eldobtunk még egyet. Így, nem akarjátok megenni, dobtam nektek kaját. Nem baj, legalább össze tudjuk szedni, úgyhogy teljesen nem veszik el. Na? Ez egy szar. Mérges vagyok. Én itt jövök szelidítgetni, és senki nem kér a kajámból. Gonoszak. Ó, udám. Buh! Hello! Mire észrevenne, már meghalt. Jó lenne átkutatni. Mert lehet, hogy itt vannak még a közelben. Mert akkor az 20. Nem, messze vannak. Illetve healelni kéne a kutyuskánkat, mert úgy látszik, hogy lesérült egy kicsit. Na jó, még mindig farkasra jöttem vadászni, és elkalandoztam itt a hiének miatt. De úgy megörültem, hogy megszelidíthetek egy új állatot. Ezek a hiének gyökerek. Biztos romlott húsból csinálom nekik a csalit. Na? Hát jó. Én megpróbáltam. Én igazán megpróbáltam. Hol a farkasom? Ó, már ezt is megfigyeltem, hogy ez a zene kezd el szólni, ha megtámadnak. De most valami állat támadott meg minket. Nos. Komolyan mondom, lelövöm a saját farkasomat már, hogy legyen Tensai-nak egy kunyhója. Már biztos nem értékelni, hogyha elkezdeném lelövöldözni. Na. Kell fa. Kell nekünk minél több. Jó, és csak 8. 8 nyilat tudunk egyszerre ott tartani. Egy farkas? Nem farkas, ez valami, megint valami repülőszörny. Köcsök hiénák. Nem kell nekik a kajám. Mi ez? Ez csak egy malac. Nem baj. Egyetve egy vaddisznó, elnézést kérek a biológiai tévedésért. Hoppácska. Megölted? Ó, valahonnan még lőnek pedig. Nem lőnek, hanem ez megint egy hiéna, de hogyha erre se kap, akkor én már feladtam a hiénekkal való szelidítési küzdelmet.
Oh, van egy Venge event. Mondjuk én még mindig farkasért jöttem. Igazából csak ki szerettem volna próbálni, hogy hogyan tudok szelidíteni, de valahogy nem akarnak ezek megfelelő alanyok lenni erre. Na de nézzük, mit tudunk itt csinálni. Bár ez mondjuk őszintén szóval eltérít minket, tehát én arra gondoltam, hogyha véletlenségből pont belefutnánk egy eventbe, akkor az nem probléma, de most eltértem az eredeti küldetésemtől, ami így viszont már nem olyan vicces. Kell szabadítanunk ezt a Venge-t, bár itt most... Ugye nem a mamutok, ugye nem a mamutok. Ez baj, ez nagy baj. Jó. Szabadítottuk, és... És még... Ó, meghalt a... Meghalt szegény állatom. De hol van? Meg fel tudom én őt így... És kapunk ilyenkor plusz population-t, úgyhogy végül is mondhatom, hogy ez fontos nekünk, mivel hogy... Ott egy farkas, ez az! Ez az! Végre! Szóval mondhatom, hogy az ilyen Venge event jó nekünk, mert hogy ugye, ahogy elnéztem, a kunyhónak a fejlesztéséhez is szükség van arra, hogy nőjön a Venge populáció. Még egy kis fát, illetve még átkutatjuk a hullákat, aztán visszamegyünk és megépítjük Tensai-nak a kunyhóját, és akkor vége is lehet ennek a résznek. Milyen állat ez? Jaj, nem beltek utána, mert ott vannak a magotok. És ha azok utána jönnek, én az biztos halál. Na, mi ez? Az egy ritka állat. Egy ritka fehér szarvas. Király. Jaj, én nagyon félek a mamutoktól. Azok giga meg a állatok. Na jó. Itt még ugyan látom a térképen, hogy vannak átkutatható hullák, de... Talán annyira nem vagyunk most nyersanyag szűkében. Neked mi bajod van most? Valamitől nagyon megijed szegény. Nem, most ezzel már tényleg nem foglalkozunk, hanem visszamegyünk megépíteni Tensai kunyhóját. Illetve nem is biztos még, hogy meg tudjuk építeni, mert lehet, hogy elhasználtuk a nyersanyagokat, hogy hívják, Szájlának a kunyhójához. Meg is nézem gyorsan. Már csak egy ilyen nát hiányzik hozzá, és azon kívül meg vagyunk. Azt szerintem itt a vízparton biztosan fogunk találni. Aztán utána le is zártam a részt azzal, hogy lefekszünk aludni, ez szép lesz pont, mint a Sims-ben. Nem tudom, hogy mondjuk, hogy a térképen miért nem látszódnak az ilyen növények, mint például a nád. Itt utira kéne lennie egynek itt a vízparton. Mindegy, itt végig sétálunk, aztán találunk magunknak egyet valahol. Ott szerintem nem fogunk megpusztulni, hogyha... itt is van. Itt is van. Tudtam én, hogy a vízparton találni fogunk. Na de, vissza is megyek gyorsan. Talán inkább fast travel-lel. Ez most egyszerűbb. És megépítjük Tensai-nak a kunyhóját. Hát nézem, hogy az enyémhez mi kell. Az enyémet is meg tudnám építeni, és kapnék egy csomó upgrade-et. Viszont, ha Tensai-t nem építem meg, akkor pedig nem kapok tőle küldetéseket. Úgyhogy azt hiszem, hogy Tensai élvez prioritást. Megépítjük most az ő kunyhóját. Én még alhatok ott a barlangban.
Jaj, de boldog vagy. Banzaiu! Banzaiu! Ja, szívesen. Na, mindjárt körbe is nézzünk, hogy milyen lehetséges skilljeink vannak, illetve ez a híd eddig is itt volt. Azt hiszem, ezt is az upgrade-del kaptuk. Na, bemegyek a kunyhomba. És mielőtt még lefeküdnék aludni, megnézem még a skilleket, hogy miket tudunk, illetve esetleg mit tudunk upgrade-elni. Ez most 8 helyett 16 nyilat tud majd vinni, ami az nagyon jó. Ez az, ami nálam a legkritikusabb, hogy legyen elég lőszerem. És ugye itt nem tudunk állandóan újra tárazni, mint a lövöldözős játékokban, úgyhogy nagyon fontos, hogy elég nyilat be tudjunk tárazni magunknak. És nézzük a skilleket. Van 4 darab skill pontunk. Survivalnél van egyrészt egy ilyenünk, hogy kontrollal egy health bar gyógyulunk, de szerintem alapból is gyógyulunk, nem? Hogyha a kontrollt használjuk, vagy nem tudom. Ezek egyelőre nem tűnnek annyira fontosnak. Itt plusz 200 lábnyi területet tudunk megmutatni a térképen, illetve itt a növények is rajta lennének a térképen. Ezt tudnánk Szájlának a skillfáján csinálni, illetve Tensai-nak a skillfáján meg tudjuk tanulni, hogy a nagymacskákat is be tudjuk tanítani, illetve nem betanítani, hanem meg tudjuk szelidíteni. Itt meg tudna bombát dobni a magoly. Vagy tud a levegőből támadni, az még jobb. Akkor inkább azt tanuljuk meg. És még mindig van. A cooldownját le tudjuk csökkenteni 80-ról 65 másodpercre, ami szintén jó, mert akkor, hogyha mondjuk beveszünk egy outpostot, akkor biztos tök jó, hogyha kétszer is el tudjuk küldeni a bagyot. Úgyhogy szerintem egyelőre jók leszünk így, és 100 XP múlva megint kapunk egy skillt, szóval királyság. Ha még Szájlával beszélni kell, ezt még akkor megcsinálom, mielőtt lezárom a mai részt. Numas palhur winja guasha. Ti dam shayau gar Szájla. Biztos szerelmes vagyunk. Guasha. Guasha. Guarpa ti pachas. Tu guama parshai. Haita chawa su chaudam. Nu, aquí está. Mi jan has hapuasham. Tök jó, adják küldetést. Marwa udam waidam. Si shao si nacham. Si warjakwa. Ti. Jó, kaptunk valami újféle kőbunkót, ez elég jónak néz ki. Shayar guama duayam. Ellopta egy udámnak a fülét, és a kőbunkóját majd fél, hogy visszajönnek, hogy megbosszulják. Hát nagyon okos. Remélem most nem egy harc közepén kell abba hagynom, mert akkor nem tudom elmenteni, úgyhogy légy szíves, most ne kezdjetek el harcolni. Most el szeretném menteni a játékot. Jó. Akkor egyelőre itt fogom most abba hagyni ezt a mai részt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Remélem, hogy tetszett nektek. Még egyszer megkérdezem, hogy tutira szeretnétek, hogy legyen ebből sorozat, kivigyem-e az egészet. Hogyha igen, akkor ezt írjátok meg, illetve azt is, hogy tetszik nektek, illetve hogy ti játszottatok-e vele, vagy játszanátok-e vele. Találkozunk jövő héten a következő részben. Addig is sziasztok!